Figyelj, kiveszem neked, nézd meg, mert látod, ez itt ilyen rózsdamentes a cirkanál. Selné Simcsik Orsolya kakast polgármestere elégedetten nyilatkozott az első alkalommal megrendezett kakasdi forgatagról. A termelői piacon részt vett Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Könnyékben már volt több őstermelői piac, és a kakasdiak nagyon sokan odalátogattak, és több piacon én is részt vettem, és azt gondoltam, mint polgármester, hogy egy ilyen biztos népszerűségnek örvend majd itt Kakasdon is, és bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása. A polgármester szerint fontos visszatérni az egészséges és organikusan előállított termékekhez. Hogyha látjuk, hogy ez nem egy ilyen nehéz dolog ördögtől való, a másik pedig ennek a fogyasztása, hát nyilván ezek egészséges termékek és finomak is mellesleg, nem mellesleg. A helyszínre változatos kínálattal érkeztek a termelők. Köztük megtalálható volt olyan, aki húst árult, volt, aki kézműves termékeit kínálta, de saját készítésű szappant is vásárolhattak az érdeklődők. A szappanjaink az mind 100% természetesen összetevőket tartalmazó kézműves szappanok, tehát se kőolaj származékot, sem tartósítószert nem tartalmaz. Illóolajokban is csak a természeteset és a különböző olajok is, akár az olívaolaj, se a vaj, de van olyan is például, mint a régi időkben, ugye a középkorban is csak sertészsírból készültek, úgyhogy vannak hagyományos szappanjaink is. Az eladó azt mondja, szeretnék, hogy az ökotermékek teret nyerjenek, hiszen ez fontos lenne környezetünk megóvása szempontjából. Egy másik árus grábócról akác, hárs, repce és napraforgó mézekkel érkezett. Az elmúlt években azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek a mézek iránt, illetve mi például nagyon igyekszünk a természetességet hirdetni, például abban, hogy a mézek idővel kikristályosodnak, úgyhogy a napraforgó mézünket például nem folyékonyan vegyes virágmézként áruljuk, hanem kristályos, gyönyörű, szép narancssárga formában. A termelő szerint fontos tudni, hogy a kristályosodás egy természetes folyamat. Azt mondja, a méz ebben a formában őrzi meg leginkább a vitamin és ásványi anyagtartalmát. A kakasdi forgatag idén kezdeményező jelleggel indult, a szervezők remélik, hogy az esemény jövőre már hagyomány lesz.